Képzeld el, hogy egy sötét, veszélyekkel teli világban ébredsz fel. Fegyvered az egyetlen eszközöd, hogy túlélj, és csak rajtad múlik, hogy a végzeted felé lépsz vagy uralod ezt a káoszt. Üdvözöllek a Dungeonborn világában, ma megmutatom, miért érdemes kipróbálnod ezt az epikus Dungeon Crawler játékot, ahol minden egyes döntésed számít és az ellenségeit kegyetlenek. Készen állsz a kihívásra? Ha igen, akkor tarts velem! A játék elején kiválaszthatod, hogy pontosan milyen karakterrel szeretnél játszani, illetőlegesen milyen kasztal. Nagyon fontos, hogy a játék során több karaktered is lehet, tehát nem kell aggódni, ha most megcsinálsz egy karaktert, akkor a későbbiekben nem tudsz vagy újat csinálni, vagy esetleg nem tud változtatni. Nagyon fontos az is, hogy minden karakternek megvannak az egyéni képességei, egyéni fegyverei, amiket tud használni, illetve ruházati elemei, tehát például nem tud olyan páncélt holdani egy varázsló, ami a varriornak való, illetve ezt fordítva is igaz, a varrior sem tud olyan páncét holdani, ami a varázslónak való. Ez ugye a játékmenet során nagyon fontos, hogy pontosan milyen útokat veszünk fel a földről, illetve mit csinálunk. A karakter készíté nem valami nagy vasizda, tehát igazából egy nagyon egyszerű, könnyű karakter karakterkészítőt kapunk, nem sok extrával, nem sok lehetőséggel, bárban a játékban nem feltétlen ez a hangsúly, hiszen FPS módban játszol, úgyhogy nagyon fontos, választjátok ki elint, hogy milyen karaktert szeretnétek csinálni, nézzétek meg a képességeit, döntsétek el, hogy tetszik-e, ha nem, akkor pedig csináltok egy új karaktert, és játszatok azzal. Nagyon fontos az is, hogy a meccs során, amit lootoltok itemeket, ezeknek van pénzértékük, ezeket el tudjátok adni a merch adnál, illetőlegesen tudtok nála venni potikat, bendist, illetve alapvető szükséges dolgokat a meccs során, mint például nyilvessző, vagy Rusty Sword, ami a Swordsman classhoz szükséges, illetőlegesen található egy alkemista, ahol például tudtok potikat vásárolni, vagy potikat tudtok kraftolni, bizonyos gyársanyagok szükségesek hozzá, amit vagy meccs tudtok lútolni, vagy az alkemistannál tudtok szerezni, bizonyos időnként ingyen illetőlegesen megtalálható a Hellroom menü, ahol tudunk kraftani fegyvereket, ruházatokat, illetve gyűrűket. Nagyon fontos, hogy mindenből csak egyet, tehát egy fegyvert, egy darab ruházatot, egy darab gyűrűt, tehát nem tudunk szetteket kraftolni. Ezek az itemek azért fontosak, mert XP bónuszt adnak, és úgy tudjátok őket lekraftolni, hogyha az inventoritokban szétbontjátok itt a ruhákat vagy fegyvereket, és azokból lekraftoljátok őket. És akkor beszéljünk a játékmenetről, amikor ennyitől a meccset, be fog dobni egy lobbiba, ha meg kell várni a többi játékost, még becsatlakozik, ilyenkor egy kis idő eltelik, utána be fog téged dobni a meccsbe. Miután bedobott a meccsbe, neked nincs más dolgod, mint lootolni, minél értékesebb tárgyakat gyűjteni ha valamit felveszel és berakod az inventoritba, hogyha ráviszed az egeret, akkor mutatni fogja, hogy pontosan mennyi aranyat is ér. Érdemes minél több aranyat érő tárgyakat gyűjteni, illetve fegyvereket, páncélokat, ruházatokat. Sőt, hogyha találsz jobb ruházatot, jobb páncélt, akkor akár fel is felted. a régét pedig kidobhatod, mivel az alap ruha, ami rajtad van, az nullát ér, tehát nem érdemes magadnál tartani, mert csak foglalja a helyet és el sem tudod adni illetőlegesen nagyon fontos, hogy vigyetek magatokkal potét és bendizet a meccs során, hiszen ha hírlenetek kell, a bandage sokáig tart, viszont sokat hillel, a poti pedig nagyon hamar meg tudod inni, viszont nagyon minimálisan, fokozatosan tölti fel a HP-dat. Illetve nagyon fontos, hogy a Q és E betűvel tudtok használni képességeket, attól függetlenül, vagy függően, hogy milyen karakterrel, klasszal vagytok. Én most a swordsman vagyok, tehát én nekem például ilyen kardos képességeim vannak, illetve az is nagyon fontos, itt a videóban is láthatjátok, hogy a dungeon során találkozni fogtok szörnyekkel, szellemekkel, lovagokkal, mindenféle ellenmivel, amiket Hogyha megöltök, akkor dobnak nektek lútot, illetve ők is meg tudnak ölni titeket. Tehát nagyon vigyázzatok, és folyamatosan csekkolkassátok le a HP-tokat. Illetve nagyon fontos az is, hogy találkozhattok játékosokkal a meccs során, akik szinte az életetekre fognak törni, hiszen kell nekik a ti lútotok. Hiszen, ha ebben a játékban meghalsz egy meccs során, akkor elveszítesz mindent. Tehát a következő meccs során szintúgy semmivel fogsz bemenni. Természetesen a játékban van egy raktár, tehát ha a játékba belépsz, és a menüben nyomsz egy tabot, ott van a raktár, ott tudsz tárolni dolgokat, vagy tárolni dolgokat. Illetőlegesen az is nagyon fontos, hogy neked ki kell jutni a lootokkal a meccsből, úgyhogy nem ölnek meg sem a szörnyek, sem pedig a játékosok. Ezt pedig ide a videóba be fogom vágni nektek egy ilyen kik kis hát nem is tudom, hogy fogalmazanak, ezt a kék is jelölést kell a földön, rúnát, kék is rúnát kell a földön beaktiválni, és akkor bele kell egy ilyen időkapuba, ami megjelenik, ilyenkor tudtok kijutni a meccsből. Itt, mint a videóban is láthatjátok, közel jött egy player, aki szintúgy ki akart jutni, és harcba keveredtünk. Hát, mint látjátok, egy elég izgalmas csata alakult ki közöttünk. Ha jól látom, ő egyébként egy varázsló, mivel hát látszik rajta egy varázspalcon a kezébe, illetve varázslatokkal támad, de nagy nehezen sikerült legyűnöm és megszereznem a lútját, tehát ez a kör nekem például sikeresen zárult, neki nem. Úgyhogy srácok, lányok, ez a játék az lévő kedfozó, ennyi lett volna. Nekem a játék nagyon tetszik, nagyon izgalmas és pörgős, viszont meg kell említenem pár dolgot a játékkal a kapcsolatban. Az egyik az, hogy nem tudtok futni, nincs sprint lehetőség a játékban, emiatt a játék néha lassúnak, és hát lomhának tűnik. Mármint, hogy a karakteretek lomhának tűdik, Illetve a kombat is olyan, hogy van akinek tetszeni fog, van akinek nem. Én azt ajánlom, próbáljátok ki, nézzétek meg. steam nagyon sok negatív review van a játékról. Én úgy gondolom, hogy ez a játék nagyon jó, ingyenes, tényleg izgalmas, látványos, hangulatos ami még nagyon zavaró tud lenni, hogy fusztráló, hiszen ha több órán keresztül farmod a és bemész és elbuksz mindent, az nem egy kellemes dolog, tehát ezzel jár egy extraction shooter játék, vagyis is egy dungeon crawler játék, nem is tudom pontosan, hogy most ez egy dungeon crawler, vagy egy extraction shooter játék, úgyhogy kinda érdekes, már csak azért is, mert a legutóbbi videóm alá, amikor ezzel a játékkal játszottam streambe, amiből ebbe a videóban a jeleneteket, abba is írták kommentből, hogy ez mióta egy exception shooter, úgyhogy lehet egyébként, hogy igaza van ennek a kommentelőnek, nem tudom. A lényeg az, hogy én ezt a játékot ajánlom mindenkinek, próbáljátok ki, nézzétek meg, illetve ha szeretnétek velem játszani, mindenféleképpen gyertek fel a Discord szerverre, írjátok le kommentbe a véleményeteket a játékról, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ha tetszett a videó, mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, like iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, hogy ne maradjatok le a streamekről, hiszen minden nap streamelek, illetve ne felejtsétek el, a Twitteremen megy egy nyeremény játékot, Seven Days to Die kódot nyerhettek Steam-en ingyen, úgyhogy csekkoljátok le, ami nem tettétek meg. Találkozunk srácok, lányok a következő videóban, addig is, sziasztok! Így a videó végére a csatorna tagoknak szeretném megköszönni a támogatást. Nagyon szépen köszönöm, hogy támogatjátok a munkásságomat, itt tudok napi szinten streamelni, illetve gyakran videókat gyárt nektek. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt fel van tüntetve a képernyőn, tényleg nagyon hálás vagyok, és nagyon szépen köszönöm. Ha esetleg ti szeretétek csatornatagságot vásárolni és támogatni a munkásságomat, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, hogy ti is tudjatok vásárolni, akár már 200 forintért. Illetve, hogyha vásároltok csatornatagságot és a Discord szerveremen fenn vagytok és a Discord össze van kötve a Youtube-bal, akkor a Discord szerveremen is kaptok csatornatagságot. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatást, sziasztok!